Egy hangulatos műsorral várták a díszteremben a pedagógusokat. A tankerületi igazgató Gerzsei Péter köszöntötte az intézmények dolgozóit. A Szekszárdi Tankerületi Központban 2019-ben alapítottunk kitüntető díjakat, pont azért, hogy el tudjuk ismerni azoknak a kollégáknak a munkáját, akik kiemelkedően teljesítenek. És azt mikor máskor lehetne megtenni, mint egy ilyen ünnepi alkalom alkalmából. Holczerny Gut Erzsébet számára elkezdődnek a nyugdíjas évek. Az elmúlt időszakra visszatekintve kicsit vegyes érzésekkel lép most ki a munkavilágából. Olyan 3-4 évvel ezelőtt nagyon vágtam, hogy nyugdíjas legyek, és amikor jött, akkor hát akkor már úgy nem annyira, meg az volt bennem, hogy na, ezt is utoljára csinálom, ezt is utolsó alkalommal lett, és az nem volt a legjobb érzés, de hát azért feltalálom magamat nyugdíjasként is, úgyhogy unatkozni nem unatkozom, feladatokat tűzök ki magam elé, és azért jól esik a pihenés is most már ennyi év után. Bernát Enikőt kitüntették a Decsi Bíborvég általános iskolában végzett tevékenységéért. Gyerekkori álma volt, hogy tanító lehessen, hatalmas felelősségtudattal végzi feladatait. A gyereket önmagához kell mérni, és ez egy művészet, a pedagógusi munka. Nagyon oda kell figyelnünk a gyerek testi és lelki épségére, szeretnünk kell, és nagyon fontos, hogy motiváljuk újképpen, hogy átadjuk a saját személyiségünket neki. Fontos, hogy minden évben megálljunk egy pillanatra, és értékeljük a pedagógusok kihívásokkal teli mindennapjait. Törekedjünk arra, hogy ne csak egy délutánig, hanem az egész tanév során becsüljük őket.